helyiek szerint rejtélyes hó esik itt a környező falvakban, mit tudsz erről mondani? Valóban havazik a környező falvakban, de ez nem a Síaréna hóágyúi miatt van. A Síarénában összesen 44 hóágyú üzemel, ezekkel óránként 600 köbméter havat tudunk gyártani, és ez nagyjából 90%-ban a sípályára is kerül, egy kicsi a mellette levő erdőben. A hóágyúk hatótávolsága 35-40 méter, tehát lehetetlenség, hogy a több kilométerre fekvő olaszfaluba elfújja a havat. Mennyi hóágyutok van, mennyi működik egyszerre, mennyi havat tudnak ezek csinálni? Összesen 44 hóágyú van itt Eplényben a Síarénában. Ezek a hóágyúk ezek óránként 600 köbméter havat tudnak gyártani, és ennek köszönhető az, hogy egy ilyen korai időpontban meg tudtunk nyitni, de igazából, ahogy említettem már, a hóágyúk koncentráltan a sípályára gyártják a havat, tehát messzeségben nem tudunk előni velük. Tehát a sípályhoz vezető bekötőút, illetve Eplény faluja is hómentes, hát ebből is látszik, hogy a sípályán működő hóágyúk nem okoznak havazást a térségben. A hó az itt marad a sípályán, ahogy mondtam, 40 méterre lövi el maximum a hóágyú. Ezek a hóágyúk, ezek éjjel-nappal működnek most olyan pályákon, amiket szeretnénk még megnyitni. Jelenleg üzemelő pályákat ugye nem hóágyúzzuk, viszont a jövőben újabb pályákat nyitunk, ezért muszáj folytatni a hóágyúzást, és pont ez ad alkot arra az embereknek, hogy azt feltételezik, hogy innen származik a hó. Hát hóágyúzásra folyamatosan szükség van, ugye ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy Magyarországon nem sok hó esik, ezért van ilyen nagyon sok hóágyunk, hogy a sípályát tudjuk üzemeltetni csapadékszegény időszakokban is. Általában éjszaka hóágyúzunk, azonban, hogyha újabb pályát nyitunk meg, ami jelenleg is tervben van, akkor éjjel-nappal hóágyúzzuk azt a területet addig, amíg meg nem tudjuk nyitni.